Az uniós politikai és gazdasági élet neves szereplőinek részvételével rendeztek vitát Európa jövőjéről a Davoszi Világgazdasági Fórumon, az Euronews riporterének vezetésével. Az érintett témák között szerepelt Emmanuel Macron francia elnök jövőképe, amelyről davoszi felszólalásában is beszélt. A világ változik Európa körül, egyre több kihívást tartogat, a többoldalúság kell legyen a kulcsszó, jelentette ki az OECD főtitkára. Valójában ezt javasolta a francia elnök, erről kellene elneveznünk az OECD következő miniszteri találkozóját májusban. A vitában előkerült az Európai Unió fősodrával szembehelyezkedő vezetésű országok, így a Soros Györgyöt ellenségként láttató magyar kormány és az igazságügyi rendszerének gyökeres átalakítása miatt a közösség által felelősségre vont lengyel kabinet kérdés. Meggyőződésem, mondta a lengyel kormányfő, hogy brüsszeli barátaink és párizsi, berlini partnereink hamar rájönnek, hogy a posztkommunista országokban nem csak több igazságot, hanem egy olyan rendszert akarunk elérni, amelyre befektetők, polgárok és vállalatok egyaránt jobban támaszkodhatnak. Képesnek kell lennünk úgy ütköztetni a véleményünket, hogy az nem oszt meg bennünket. Ez az, amit meg kell tanulnunk egymástól, reagált a német védelmi miniszter. Le kell ásnunk a problémák gyökeréhez, kezelni az ügyeket. Nehéz lesz, de egyesít bennünket a tudat, hogy közös alapokon állunk, közös célunk van az Európai Unióban. Záró gondolatában az OECD főtitkára azt mondta, az európai közösség hatalmas utat tett meg az elmúlt 50 évben, szerinte ezt kell folytatni.